Itt vagyunk puszta ott lakán, amely ugye egy 400-450 fős település, amely arról híres, hogy ugye Simonka György, a térség országgyűlési képviselője úgymond innet indult, de talán leginkább arról híres is, és talán ez jelképezi is, ami maga puszta ott laka jelent, a tömérdek több milliárd forintos pályázati források lekötése, és azoknak gyakorlatilag a töredék részének a megvalósulása. Ez nem csak puszta ott lakát, de az egész térséget jellemzi. Ez a icipici falucska, hogyha megnézzük a lakosság számra vetítve, hogy mennyi uniós pénzt, forrást kapott, akkor azt gondolom, hogy országos viszonylatban is az élen végezne. De azt is megnézzük, hogy ebből mi valósult meg, az már rendkívül alacsony mértékű. Sorba a táblákat elolvasva lehet látni, hogy ezek a beruházásoknak, ezeknek a több mint 2 milliárd forintnak a sorsa igazából mi lett? Semmi. Visszafizetés, meg nem valósulás. Én azt gondolom, hogy ennek kell véget vetni, hiszen ez a térség sokkal jobbat érdemel annál, mint amilyen helyzetben ugye most van. Ez pedig leginkább azzal érhető el, ha ezt a folyamatot megállítjuk. Ezt a korrupciót, amely ezeket a pályázatokat jellemzi, megszüntetjük. És az egész folyamatokat átláthatóvá tesszük mindenki számára. Tehát egy valódi és igazságos elszámoltatás a kulcsa az egésznek. Úgy, hogy a korrupciót meg kell szüntetni, mert mindaddig építkezés, és úgy, hogy ez a térséget felemelő, egy más, ami nem az előregedés és az elvándorlás útja, addig nem fog megvalósulni. Nagyon fontos az, hogy a lehető leghamarabb egy kormányváltás követően a korrupciós ügyészséghez csatlakozzunk. Nagyon fontos, hogy ezen túl, amit az Európai Unió biztosít, ellenőrzéseket itt helyben is megvalósítsuk, hiszen itt ismerjük azokat, hogy kik ezeknek a haszonélvezői részesei, és ezeket bizony-bizony el kell számoltatni. Létre kell hozni egy ügyészséget, és meg kell teremteni azt, hogy a bíróságok függetlenül szabadon járhassanak és hozhassanak a cselekmény tárgyi súlyához megfelelő mértékű döntéseket. Emellett ugye az elszámoltatás keretében teljes vagyonelkobzás kell azokkal szemmel alkalmazni, hogy fizessenek meg a tolvajok. Mindazt, amit elvettek az államtól, mindazt, amit az itt élőktől, tőlünk elvettek, fizessék vissza. Itt van velem Márki-Zay Péter, aki a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök jelöltje, Hódmezővásárhely polgármestere, és szeretném őt is köszönteni itt számára még új és idegen terepen, hiszen puszta ott lakán nem járt, és néhány gondolat erejéig át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, Péter. Nagyon szépen köszönöm. Egyben nagyon sok sikert kívánok ehhez a programhoz közösen mindannyiunknak. Dr. Szabó Ervin, Orosháza, Mezőegyháza, Mezőkovácsháza, és sorolhatnám Mezőhegyes, és puszta ott lakának is. Az országgyűlési képviselőjelöltje, illetve az előválasztási képviselőjelöltje, akit magam is és a Mindenki Magyarországa Mozgalom is támogat. Úgyhogy egyrészt ehhez a programhoz szeretnék nagyon sok sikert kívánni, másrészt valamennyiünk szempontjából szeretném én is hangsúlyozni, hogy a korrupció az nem egy mellékes szál, nem egy olyan történet, amire a fideszesek is legyinteni szoktak, és azt mondják, hogy mindenütt van korrupció. Amikor azt mondják, hogy igen, de 2010 előtt is loptak, hogy a másik is lopni fog, mindenki lopni fog. Én először is azt gondolom, hogy Hódmezővásárhelyen bebizonyítottuk, hogy igenis vannak tisztességes politikusok, és hogy nem muszáj egy politikusnak lopni. Ez egy nagyon fontos bizonyítvány. Azt gondolom, hogy az ellenzéki városvezetések szintén bebizonyították ezt, és még ott... Köszönöm szépen, annyira számítottam rá, hogy itt lesz. Köszönöm sokkal, szépen. Sokkal érdekesebb így az élő bejelentkezésünk, hogy Simonka György, aki soha nem jelenik meg sehol sem. Tiszteletem, képviselő úr. Annyira tudtam, hogy meg fog jelenni, mert a múltkor a Hatházi Ákos, amikor megjelent Orosházán, akkor úgy szintén ott volt, úgyhogy... Egy pesgő tablettát? Azt nem kérek, köszönöm. Egyet azért köszönöm szépen, én nem, ilyesmit nem fogyasztok. De elfogadjuk akkor, ha azt mondja. Örülök, hogy itt vannak, csinálják a reklámot nekünk. Így van. Meddig lesz szabad? Hát ameddig akarom, mert egyébként éppen most fejeztük be az aratást. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hordjuk be a szalmát. Köszönöm szépen. Traktorokkal. Igen. Ez már csak és a parlament, de mikor tetszik dolgozni? Vagy bejárni? Akkor, amikor van parlament. Igen. És az itt élőkért?
Mutatom neked, hogy ilyen lenni. Na igen, tehát ha már itt vagyunk puszta ott lakán, akkor valóban köszönöm szépen Simonka Györgynek ezt a perskő tablettás hideg vizet. Tényleg nagyon kedves figyelmesség tőle. Azt gondolom, hogy annyira meghatott leszek, hogy kis kosárkával meg fogom majd látogatni, amikor nekem kell majd vinni valami frissítőt ő neki. Úgyhogy ezt a hálámat mindenképpen ki fogom fejezni felé. A leghálásabb azonban most azért lennék, hogyha ő Lázár Jánosról a beígért regényt azt megírná, hiszen azt gondolom, hogy Magyarországon akkor lesz igazán elszámoltatás, hogyha a főbűnösök is előkerülnek, és ahhoz az kell, hogy vádalkut kössenek minél többen, és elmondják azt, hogy Boldog István is lebukott egy polgármester vallomása alapján. Én azt szeretném, hogyha minél több emberről kiderülne az igazság. Most ezen a héten ifjabb Rabcsák Andrásnak a bírósági tárgyalása végződött azzal, vagy a bírói döntése végződött azzal, hogy bűnösnek mondták ki, de mindössze próbára bocsátották, még pénzbírságra sem ítélték. És a legfontosabb kérdést, hogy ki vette rá ifjabb Rabcsák Andrást arra, hogy feltörje a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat informatikai rendszerét, meghekkelje, kém szoftvereket telepítsen többet is, telepítsen az, vagy kísérjen megtelepíteni az ottani rendszerbe, kivette rá erre, hiszen nyilvánvalóan nem magától tette. Úgyhogy mi számunkra az a legfontosabb, hogy egy elszámoltatás során a főbűnösökig vissza lehessen nyomozni. Azt, hogy kik azok, akik ebből profitáltak, és például kik azok, akik Erzsébet királynénél is nagyobb vagyon tudtak összehalmozni egyszerű gázszerelő rétükre. Úgyhogy ezt szeretnénk kinyomozni. Én azt gondolom, hogy az elszámoltatás egy rendkívül fontos programpont az ellenzék közös programjában. Pártállástól függetlenül, független bíróság által megítélten legyen egy olyan ügyészség, amely valóban a korrupciót üldözi, és amely valóban elszámoltatást fog ígérni. Ezt fogjuk elérni, és valóban egy nagy vállalás az, ami pártoktól függetlenül minden korrupciónak a felszámolását ígéri, hogyha az Európai Uniós ügyészséghez csatlakozunk. És ezt az ellenzéki hat párt már most közös nyilatkozatban vállalta, mi már 2018-ban is kértük. Nagyon szépen köszönöm, mindjárt beszélgetünk akkor képviselő úrral, önöktől én elköszönök akkor, és még egyszer nagyon sok sikert kívánok mindannyiunknak. Köszönöm szépen, miniszterelnök jelölt úr. Köszönöm. Jelöltjeként. Köszönöm szépen. Köszönjük. Annyira tudtam, várjá, nem tudom, szabad-e tegeződni. Én koszos vagyok, nem baj? Sem a baj. Köszönöm szépen. Látom a múltban, a maszkot se vettem le, mindenki levette a maszkot, de nem vettem. Ja, nem, hatházi volt. Az hatházi, az más, az más. Távoli rokon. Nem szabad összetéveszteni. Távoli rokon. Igen. De mondom, igen, tehát azt mondom, szép volt. Ezt a regényt meg kéne írni Lázárról. Nagyon-nagyon. Levegyem a mikrofont? Túl sok a drót magán. Leveszem a mikrofont. Hozzájárulunk pár eseményel.